Sziasztok, Vangu vagyok, és én először egy bejelentést szeretnék tenni nektek, mégpedig az, hogy akár láthattátok már a World of Tanks magyar játékosok nevű Facebook oldalon, hogy olyan nyereményjáték lesz. Lesz egy nyereményjáték a csatornámon, ha meg lesz a 150 vagy 200 feliratkozó. És csak annyit szerettem volna, hogy itt is halljátok, és információt kapjatok róla. Itt pontosan nem tudom, hogy mi lesz, de valószínűleg sorsolás alapom. Szóval, és aki nekem ma beküldött replayt, azt úgy már ismerhetitek, ugyanis Mokka lesz az Obi-2-ből, és két replayt is beküldött ezzel a förmedvénnyel, ráadásul két egymás követő csatát. Úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, hogy induljon a menet. Pálya, ezért Sandriver, és hát, csataütközet? Csataütközet mód, bizony. És ugyebár kaptunk egy gyönyörűséges matchmakert, ami abból áll, hogy van egy darab 8-as szintű harckocsi, egy darab 7-es szintű tank, egy 7-es spotter, és a többi az mint 6-os. Ráadásul van 4 arti. Szóval tényleg nagyon-nagyon kedvező matchmakert kaptunk, de ugyebár ez nem jelent semmit, hiszen ki kell használni. És az nem könnyű. Mokka tölti az APCR-t, mert úgy látja, hogy jön fel a Panther 2. Én is 11 APC-et használtam a tankban, annyi kell bele, és először egy T21 fog följönni, és első lövést meg is kapja. Goldot töltünk másodszorra, mellé megy. Igen, a gold lőszer az azért veszélyes, mert nagyon gyakran mellé szokott menni. Panther 2-t eltaláljuk, igazából itt vigyáznunk kéne, mert az Arctic megcsíphetnek minket, viszont úgy néz ki, hogy eddig nem volt probléma. Aha, igen, 30. Körül lőttek minket. Mint látjátok, egy nagyon pontos ágy van, ahogy már egy vagy két videóban láthattátok is. Igen, ez mellé ment. Mondjuk, ha nincs beszűkülve, akkor ez már egészen más kérdés. Mint látjátok, spotterek vagyunk. Úgyhogy mehetünk is el. Akár nem én laggolok, hanem Mokka laggolt a csatában, mint láthatjátok, bal felső sarokban neki volt 18 FPS-el, nekem jelenleg 40 van. Szóval ez nem az én hibám. Na nézzük, ott egy Type 58, remélem rambolás is lesz. Sajnos megállt. Pedig vicces lenne mellélő. Én leramolnám egyébként. Lepattant, csak track. Fölpakoltuk gyorsan, és megyünk a fregre. Egy, most beütött minket, tehát ütöltünk gyorsabban. Panther 2 beüt minket, az már úgy, hogy szerencsére gyorsan töltünk, úgyhogy még egyet bele tudtunk volna lőni, bele tudtunk lőni, míg töltött. Arti megint elhibázott minket, szóval elég szerencsénk van. 1560 sebzésnél járunk már, és még hol van a csata vége. És igen, nem szabad egy helyben állni ezzel a tankkal, igenis kell mozogni, mert sebességünk az van, tehát mozgékonyságunk az van. És mivel a T21 spotolt minket, egy kicsit nagyobb kerülőt teszünk. Bár a Panther 2 az ott van, felspotolt minket. Igen, felspotolt minket, akkor lehet, hogy nincs hatodik érzékünk. Ez betalált. És többet már nem lövünk. Én most tölteném mondjuk az APCR-t. De igen, Art megint elhibázott minket, hihetetlen szerencse. Mert akár ez a lövés az csata végét is jelenthette volna. Jaktír is, hát nem értem miért parázik 1100 HP-val. DPM-ből meg kéne oldania.
És lepattanunk. Ez nagyon mellé ment. Tornya, át. Igen. És szerencsénk volt, mert a csefű lepattant rólunk, és ha ez nem történt volna meg, akkor szintén meghaltunk volna. A sunyolcunk kinyírta a Panther 2-t, van még egy hack-et. És elég kevés HP-n vagyunk. Azt kell, hogy mondjam. Konkrétan 87-en, ami mindenkinek egy lövés gyakorlatilag. Arti mellénk lő még akkor is. Meghalunk. Na de, rábízzuk a jaktigrisre a hack-et, hogy csak ki tudja nyírni. De ez majd ki fog derülni, hogy elbír-e vele a 400 VN-es barátunk. Cél, tűz. Nem. Type 64 gyorsabb volt. Na se baj. Megyünk tovább. 8-8 az állás, viszont nekünk van tényleg még egy tier 8-as tankunk. És Artikon kívül 3 darab sima tankunk van, ami előnyösebb, mint az a 5 darab arti. Uhu, hát mondjuk én itt nem mennék le. Akár össze is zúzhatná a tankot. De hát ki tudja. Na nézzük, ott van egy Panther. Igen. Tűz. 123. És gyorsan menjünk el, nehogy meglőjön minket. Most figyelnünk kell az Arctic-ra, egy kicsit mozognunk kéne, nehogy... Igen, pontosan. Leesett rólunk a spot, elég valószínű. Süthetőlem. Beütöttük, egy lövésre van a haláltól, és meg is halt, másodikké 2146 sebzés. És mehet az Arti vadászat. Van 5-től a Barti. Ráadásul az FV304 kinyírta a Type 64-et, ami elég jó, tekintve, hogy más gyors tank nincs a csatában. Lepattanunk a súlyatról, de cserébe második lövésre lánc és gyújtás. Így ugyanannyidől azt tudtuk megölni. Igen, az FV304 az rohan. És... Igen, elég gyors. M41-ünk kinyírta a jaktigrist, most mellé lövünk. Mozognunk kéne. És őt is kigyújtjuk, és... Szintén nincs tűzoltók készüléke. Szóval... megöltük. Két arti hibázott. A harmadik, ugyebár tudjuk, hogy ellőtte magát. Ez sajnos mellé ment. M41 az menekül. Szerintem nekünk is gyorsan tovább kéne állunk. Negyedik killünk. Meg is van 2586 sebzéssel. És okosan beírja Mokka, hogy kepeljenek azok az artik, mert hogyha valami baj történne vele, akkor így is meg tudjuk nyerni a csatát. A Hummel az nagyban céloz valamerre. Most észrevett minket, és szerencsére az FV, hát nem feltétlen szerencsére, mert akár ki is nyírhattuk volna, de az FV304-ünk kinyírta gyorsan. És innét, már ez nem tudjuk hova ment, ez viszont egy nagyon szépen átment fölötte. Első lövés, és bye-bye, most már biztos bye-bye. Ötödik kill, már csak egy tank van, ami... ...ről tudjuk, hogy itt volt. Hát, innét nem fog eltalálni minket. Abban biztos lehettek. Biztos lehet. Még egyet. 20 HP. És... ...a büdös 8 belopta a top gununkat. Viszont 3215 sebzés. 13129 VM. És következik a második csata. Itt is vagyunk a második csatában, ami Tier 8-ban történt, és szintén az Auxclair-unk Pantherrel. És a map pedig Red Shire.
Szóval a spotterrel mi az általános teendő, erről az oldalról ide fölmegyünk a hegygerincre, a középső hegygerincre, és innét próbáljuk kispotolni ezeket és az itt átvonulókat, viszont úgy néz ki, hogy Mokka nem ezt fogja tenni, hanem előrébb megy, és ezeket fogja spotolni, meg a bázist. Ez veszélyes pozíció az Arctic miatt, de a Watch Replace alapján az eredmény őt igazolja. Csatát ugyebár még nem láttam. Ott egy VZ111 meg is jelent, kapta is az első lövést, 141 HP minusz, és... nem tudom, elfelejtettem, hogy van a spot. Hazadik érzéke, tehát, hogy mindegy, lehet, hogy föl lettünk spotolva, akár lehet, hogy nem, bár a cikázások alapján szerintem nincs, mert úgy érzékel, hogy föl lettünk spotolva. Na már most, tegyem tűzött meg egy VK3001D. VK3001D. Kapott egy lövést, és én most mennék rá, és rammolnék egyet. Olyan rammolnék bele, de ő nem. Sokkal nyugodtabb és kevésbé agresszív játékos, mint én. Én ilyenkor már rég agyonram voltam volna. De nem, így akkor sebzés nélkül ugyebár megúsztuk a dolgot, még hogyha ramolunk, akár 200 HP-nkat is elveszettük volna. Lehet, hogy ez így jobb döntés volt, viszont ramolni azért sokkal viccesebb, lássuk be. Úgy néz ki, hogy a T28 az errefelé vetette pillantását. Úgyhogy gyorsan visszább is vonultunk. T-34-85, igen, ilyen szögből azért az tud pattani, akár annak ellenére is, hogy 45 mm-es páncélja van. Effektíven 60 körül lehet. Szóval... 142 HP, az elég erősen egylövéses is lehet. És ott van a VZ, amit már egyszer megdurrantottunk, és tűz. Úgy érzem, hogy egy kicsikét... belőtt minket, az kedves tőle. Meglöktek minket a VZ-101 által, ezért elhibáztuk TM-85-ből látunk rá az elengedett lövést. De a jaktigrisünk kivégezte gyorsan. Ezzel sebzés nekünk, és uramisten, itt van egy T-28. Úgy gondolta, hogy most ő beszáll a buliba, és rámegy a VZ-nkre. Alig várt, hogy ellője magát, és most jön a spotter tankoknak az lényege. Nem az, hogy lepattanunk, hanem hogy beflenkeljük, ugyebár, és itt meg akár ki is mondhatjuk T-28 barátunk halálos ítéletét. Innét már nem fog tudni elmenni. Folyamatosan mellette maradunk egyedül, az lenne az esélye, hogyha a roncsot használna, hogy leszedjen, levakarjon magáról. De nem elég tapasztalt játékos, így ez nem fog megtörténni. És ugyebár 10 HP, bom, 2000 sebzés, és második kill. Ez már 6219 vén, azért nem szabad elfelejtenünk, és oda nézzenek egy MT25 minimális HP-n, hát ezt okosan használjuk az automata célzást. Egyébként az mostanában sokkal jobb ilyen puha célpontokra, ezt Linkin is megemlítette már egy videójában. T-34 torony oldala 1.57-tel nem feltétlenül üthető be. Viszont ott van a jakponter barátunk. Elég pontos az ágyú, így el sikerült találnunk. VZ-111-et veszük következő célba. Meg is lőjük, viszont a VZ kivégzi, így ugyanúgy két kill-en maradunk. Oldalát már simán átjutjuk a T-34-nek. Hú, elég egy ügyesmény túlcsata. Szóval, kicsit hátrébb ott a motortér bizony, viszont ezt is belopják, nem hagyják, hogy legyen. 2898 sebzés, még van 3 ellenfél, nekünk meg van 3 killünk. Megmondom őszintén, ezzel a tankkal kicsit agresszívabban játszottam, amikor megvolt, sokkal többet ramoltam, és sokkal jobban belenyomtam néha magamat az ellenséges tankba, viszont Mokka nem ezt csinálja. És nem úgy néz ki, mintha nagyon nem tudná, mit kéne tenni a tankkal. Ezt is következő lövés.
elég jó DPM van, azt meg kell még jegyezni, és megvan a negyedik killünk, még van két arti. Már csak egy. Valószínűleg itt lesz ez valamerre. Erre tippelnék. Tekintve, hogy ott már jobb oldalt felspotolták volna, ráadásul az A1-be is már elég nagy valószínűséggel látták volna. És igen, ott volt az A3-ba, pont szikla mögött sajnos. Viszont előrébb jön egy szikla megint, és a WZ-111 nem egyszer, de utoljára lopott ebbe a csatában tőlünk. Szóval 3400 sebzés kerekem, 14000 VN és szintén egy tankászkör. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és további jó játékot, sziasztok!